Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál, Király Tamás. A mai vendégünk pedig Minár Péter, akire szoktam mondani, hogy Kanadából jelentkezik. Szervusz, de most itt vagy Budapesten. Szia, mindenkit köszöntök. Nagyon jó itt lenni, gyönyörű szeptemberi nap ma, ma is, szóval ez nagyon szerencsés vagyok, hogy pont akkor vagyok itt, amikor jó az idő. Milyen érzés egyébként így hazajönni, vagy visszajönni Magyarországra? Hát ugye én még tínédzser, hát talán 14 éves koromban, ugye hagytuk el a családom Magyarországot, de azóta nagyon sokat jártam vissza, körülbelül az utolsó úgy 15 évben szerintem évente mm. járok vissza, és de nekem jó érzés, mert én igazából sose lettem kanadai, nekem mm. valahogy nem nem jött be az a kultúra, úgymond. Szóval nekem a kultúrái csökrem ide tartoznak, és én úgy még mindig magyarnak érzem magam, Angol is van akcentusom, mert valahogy nem vesztettem el. Magyarul gondolkozol például egyébként? Nem, angol. angolul. Szóval, amikor angolul beszélek angolul, akkor magyarul magyarul. Hm. És ezért van néha, hogy amikor mondjuk uh, egy interjú vagy valahol egy kicsit akadozok, mert ugye a témákat angolul olvasom, angolul van a fejembe, és akkor, és akkor gyorsan Jó, fordítanom gyorsan. kell élőbe, és akkor néha az egy kicsit nehéz, de, de, de nagyon szeretek hazajárni, szóval egyébként úgy volt, hogy hazaköltözünk. Hm. Most egy még nem, mert most a, ez a helyzetek, most ez, ez nem, nem, nem lát, az volt, nem, nem tudok még egy évres előre tervezni, hogy most mi lesz, mert nagyon fura a világ. Ugye Kanada esetében azért sokszor hallottuk, hogy ez az abszolút szabadságnak a földje, a jólét. A, a <laughs> nagyon sok ember megy egyébként, vagy vágyik is Kanadába, Igen, így. amikor így az van, hogy elmenni Magyarországról, meg hát tudom, hogy sok magyar is él ott. Igen. Te miért gondolkodsz, mégis a hazaköltözésben? Hát én akkor döntöttem úgy, a, ugye a Covid után volt egy választás, Covid körül, amikor a Trudót megint megválasztották, akkor én a felségnek azt mondtam, hogy most kicsit elegem volt, mert hogy ugyanazokat a politikusokat, akik sanyargatják a, úgymond a népet, és egyébként a demokráciát teljesen elmossák, ö, hát hogy ugyanazt visszaválasztják, és mondtam, hogy most már elég volt ebből. Ö, ráadásul Ontario provinc, vagy se tartományban, ahol mi, mi lakunk, ott mondjuk konzervatív ö, volt a, a, vezető, de azt is újra választották, miközben megígérte, hogy nem lesz lezárás, megígérte, hogy nem lesz ez a, ez a, hogy hívják ez a ID, tudod, hogy, hogy te. A vakcinaigazolás. Vakcina vakcinaigazolás, meg ilyesmi, és minden lett. Ugye én emlékszem nem. rá, hogy te akkor kerültél a köztudatba, így a YouTube-on is, amikor a kanadai tüntetésekről, kamionos Igen. tüntetésekről készítettél videót. Rögtön bele is csapnánk a közepébe, nem így terveztem feltétlenül, mert majd beszélünk a Zelenszky kanadai múlt heti látogatásáról, Igen. de hogy talán kevesebben beszélnek arról, hogy a kanadai tünt, kamionos tüntetés óta a legnagyobb tüntetés volt múlt héten Igen. Kanadában. Ez hogy volt, mi volt, és hogy látod? Szóval ez az, az volt, hogy igazából. Ez ez a, a szülők tüntetése, az ellen, hogy az iskolákban, szóval már szinte az óvodától kezdve, de, a, de az, első, szinte az első osztálytól kezdve, általános iskolában is már tanítják és nyomják ezt a gender ideológiát. Ezt hogyan tanítják? Hát nagyon durva, egyébként. Szóval ö, hát azok a problémák, hogy először is, hogy tanítják a, a, ezt a szexuális dolgot már a harmadik osztályba, negyedik osztályba, és ez ugye a sülők úgy gondolják, hogy ez az az ő, fel, ő, ő, feladatuk, hogy a gyereküknek megtanítsák a szexuális életről, hogy miként, hogyan. Úgy tanítják, hogy teljesen normális az, hogyha, hogyha valaki transszexuális a transzexuális az, amikor egy, egy fiú azt gondolja magáról, hogy lány, a lány azt gondolja magáról, hogy fiú, és akkor át úgy is öltözik, meg ilyesmi. Szóval, hogy ezeket ne tanítsák ő, ő nekik, aki olyan szülő, aki akarja a gyerekének ezt tanítani, az otthon tanítsa meg. A más meg az, hogy a, a tanárok is ezt nyomják, a, a, amit nem értek, a szülők se értik, akkor a tanárok eltitkolják, hogyha egy gyerek úgy gondolja, hogy transzzexuális, tanárnak mondjuk elmondja, hogy az iskolában azt mondja, hogy engem most János helyett Julikának hívjatok, akkor eltitkolják a szülő elől. Nem mondják el a szülőknek, hogy a gyereketekkel baj van, mert ez egy pszichológiai probléma. És ráadásul a gyerekek nagyon sokszor ugye a szexuális hovalétüket nem, nem tudják, nem is értik. Ezt hát még játszanak sok esetben. De, szó, ugye persze. azért érdekes ez, amit mondasz, mert itt Magyarországon én rendszeresen hallom, hogy ha a kormány ilyenekkel foglalkozik, az egy probléma, hiszen senki nem akarja megváltoztatni a gyerekeket, és hogy ugye ilyenkor szokták pejoratív de. módon a nem váltóvodásokat mondani, hogy, hogy itt ezzel jogatják az embereket, de akkor, ha jól értem, akkor Kanadában például igenis probléma az, hogy ilyen jellegű nagyon területen nagy zajlik. Szóval olyan nagy tüntetés volt, hogy mondjuk ott találban a fővárosban tízezer ember kiment. Ami nagyon ritka. Az akkor soknak számít kalad. soknak számít. A, a, és az össze, majdnem az összes nagyvárosban a tüntetés volt, Torontóban is, Vancouverben, mindenhol. mondjuk az volt, hogy az egyik, most már nem tudom, a New Brunswick, vagy Newfoundland, nem tudom melyik tartományban, egyébként egy pár hónappal ezelőtt az ottani vezető azt mondta, hogy eltitkolni nem lehet a szülők elől semmi ilyet, és ezt így törvénybe hozta, és ezzel ellen is, ugye, fölházatak, hogy lehet ilyet, de hát azt mondta, hogy hát ez a szülőknek a dolga, és akkor igenis ezt meg kell mondani, és hogy a, ha a gyerek azt akarja, hogy őt máshogy hívják, mint a neve, mint a neve az iskolában, akkor kötelesség az iskolának a szülőktől engedélyt kérni, hogy a gyerek ezt megteheti. A más meg, hogy olyan ö, könyveket tesznek ki az iskolai ö, könyvtárakba, meg az iskolában olyan könyveket adnak ki, ahol ugye, le van rajzolva, de szexuális aktusokat rajzolnak le férfi-férfi, nő-nő között. Azt a Ilyenek vannak Amerikában is. Olyan is van, hogy... Hát de te hogy... például láttál ilyen könyvet? Én nem láttam. Ö, hát egyébként rámész az a internetre és megtalálod, de többen felszólalkoztak már szülők, hogy, hogy szóval olyan is van állítólag, ahogy egy férfi, egy másik férfinak felásziót, ad, vagy hogy is de mondjam de, 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 de. szépen. Szóval ilyenek vannak rajzolva, és ezeket az általános iskolásoknak megnézhetik, meg ki van, ki van rakva a, a, a iskolai könyvtárban, hogy ajánlott, meg ilyenek vannak. Szóval nagyon kezd a szülőknek ebből elege lenni. Ez trudóhoz kötődik ez a fajta liberális Nem. szexuális nevelés, vagy ez már előtte is megy? Ez előtte is volt. Szóval ö, Kanada nagyon liberális, sokkal liberálisabb, mint, mint Amerika. Ö, hát én 90-ben óta, szóval 1990 óta él a És már akkor láttam. Ugye értél Amerikában is korábban. Igen, Amerikában is, igen, igen. Ö, és már akkor láttuk, a szüleim is látták, hogy elkezd nagyon liberalizálódni. Már amikor oda költöztünk egy pár éven belül, amikor ők is már ismerni, hogy ott mi van, hogy van, jobban beszélték ők is ugye a nyelvet, és akkor mondták, hogy olyan törvények, olyan szabályokat hoztak be Kanada a, a 90-es évek elején, ami még a kommunista Magyarországon volt, és nem is értették. Hm. Szóval ez egy nagyon régi folyamat, nagyon lassan ment, de Trudeau alatt nagyon fölgyorsult ez a folyamat. Az ilyen tüntetéseknek van-e bármifajta eredményük? M még nem láttam sajnos eredményt. <laughs> az az érdekes, hogy ugye nem sokára lesz választás, most nagyon készülődnek rá, ugye a, a Trudóék is, meg a konzervatív párt, aki a legnagyobb esélyes, hogy ugye megnyerje a választást, mert mindig... De van bármi esélye egyébként? Persze, vagy a konzervatív párt mindig, vagy pedig a liberális párt. Ugye ez is a nevek, hogy és a konzervatív pártnak új vezetője van, a Pierre Polivier, és képzeld, hogy a tüntetésnél ő azt mondta a, a, a konzervatív minisztereknek, hogy nem nyilatkozhatnak, ne nyilatkozzanak erről semmit. Hát azért ez egy kicsit turva. És ez szerdán történt a tüntetés, ő csak pénteken adott egy hozzászólást, mondjuk a, a szülők mellett szólt hozzá, de akkor is péntekig vált, és az a baj, hogy ez a vezető olyan hogy ő, ő egy karrierista, karrierista politikus. Ő a legfiatalabb politikus valaha Kanadában, ő, aki mint politika pályára lépett, valami 24 vagy 5 évesen már Hú. politikus volt, és az a baj, hogy ő mindig azt nézi, hogy, hogy honnan fúj a szél, mit tud kihozni a legjobban, miből. Szóval nem, az, hogy nem úgy vezető, hogy azt mondom, hogy igenis, szülőknek igaza van, és, és kész, és akkor melléjük állok már az elejétől kezdve. Egyébként nagyon sok szakszervezet ellentüntetett. Szerveződtek a szakszervezetek, hogy a szülők ellen tüntessenek. Mik a szakszervezetnek a gyerekneveléshez? Na, hát ez az. Hát gondolom a, a tanári szakszervezet, ja, meg a még más szakszervezetek ilyet. is, nem az összes, de eléggé sok, és a szülőket ö, minden, lehorták mindenféle rassz, rasszistáknak, rasszistáknak, szélsőjobboldali, szóval minden rossznak, ja, meg hogy utálják a, a homoszexuálisokat, és ö, homofób mindennek. Miközben, aki ezt az egészet szervezte, az egy arab muzlim, és tele volt muzlimokkal, keresztényekkel, olyanokkal, akik meg nem vallásosak, zsidókkal, mindenki volt a tüntetésen. Ugye azért az is beszédes, hogy nem a keresztények szervezzik az ilyen tüntetést, hanem a muszlimok. Igen, hát ez egy ilyen egy, egy közös, közös, mert a keresztények is nagyon kivannak, és megmondom, hogy miért. Ö, mikor, ott találva élünk, és a házunk mellett, határos a házammal, egy, egy katolikus iskola van, általános iskola. A, a szivárványos zászló, az ott van kint, az iskola előtt, a katolikus iskola. katolikus iskola és a katolikus központ, ami ott, nem messze van onnan egyébként, az Ottavában, ott is kint van. Ennek egyébként két lehetősége lehet, hogy miért. Ugye az egyik az, hogy egyébként ők nem teljesen függetlenek, mert az állam ad nekik pénzt. És az állami álláspont az az, hogy ünnepelni kell a, ezt a pride-ot, ezt az egészet. Hmm. A másik meg, hogy ha a pápát megnézzük, ő is elfogadja ezt. Igen, bár az utóbbi időszakban a pápának is ilyen teljesen ellentmondásos nyilatkozataik. Ja, Tehát, igen. hogy mintha én azt látom, hogy mintha finomította volna az álláspontját, igen, de igen. hát ugye nagy kérdés, hogy mi van a háttérben, és azért én is így ö, figyelem, hogy például nyugaton a különböző, akár a katolikus, akár az evangélikus, protestáns igen. közösségek hogy állnak ez, ez a kérdéshez, igen. és egészen változó ö, módon Magyarország talán még ebből a szempontból más. Igen, igen. És én úgy gondolom, hogy akármit lehet mondani Orbánról, de ezt a részét nagyon jól csinálja, és igaza van. Mert ő el is mondta egyébként, hogy előre kell gondolkozni, és előre meg kell állítani a bajt. És azzal, hogy behozta azt a törvényt, hogy nem lehet ugye kiskorúaknak végül is nyomni ezt, de akkor ez nem reklámot. egy álprobléma probléma ezek szerint. Nem, ez abszolút nem egy álprobléma, Nagyon nagy probléma. És azért is nagyon nagy probléma, mert most olvastam, hogy Amerikában az új generációnak már valami 20%-a úgy gondolja, hogy ő vagy trans, vagy homoszexuális, vagy, szóval, vagy úgymond nem normális. Hm. akkor most térnénk rá Zelenszkinek a kanadai látogatására, <laughs> ilyen éles váltásra, mert hogy ugye múlt héten gyakorlatilag az ukrán elnök találkozott Trudóval, aki ígért neki 650 millió dollárt, aztán meg volt egy érdekes incidens, amiről itt az ultrahangon már beszéltünk, de mindenképp kíváncsi vagyok, hogy te hogy látod, hogy ö, ugye ott felállva tapsoltak egy ukrán veteránt, akiről aztán kiderült, hogy egy eszezt katona volt, és hát olyan osztagban vett részt, amely zsidó emberek tömegeinek haláláért felelős. Mm -hmm. Hogy Szerinted ez, én ezt próbálom mindenkitől megkérdezni, hogy hogy, hogy fordulhatott elő, hogy ezt, ezt nem tudták, vagy úgy ért az az öreg úr, hogy, hogy az úrnak nehéz nevezni, de hogy hogy, hogy. hogy hogy valójában te évtizedes menekülésben, vagy hogy? Nem, nem. És akkor elmondom a hátteret, és akkor utána elmondom, hogy, hogy köz, út, közben még mi történt. Szóval az a háttere ennek, hogy a második háború után ez az osztag, ez a 14. itt le is írtam, 14. waffen SS hadosztály. A része volt, ez az, az ukrán egység, és nagyon sok háborús bűnben részesek voltak, és úgy volt, hogy nem tudta senki, hogy mit csinálnak vele. És volt egy kanadai ukrán, aki nagyon sok ukránt kimenekített Kanadába, és azt szervezte, hogy ezek a katonákból 2000 katona a Kanadába juthasson. Csak ő nem mondta el a kanadai államnak, és a kanadai nem ment utána, pont úgy, mint ami most történt, hogy ezek valójában kicsodák, és ezért be tudta hozni, mert úgymond el, nem tudom, hogy hazudott, de legalábbis nem mondta el, hogy ezek igazából milyen katonák. És, és, ezek Igazából annyira durva volt, hogy a, a, az angolok, azok nem akarták őket. Senki se akarta ezekkel a katonákkal semmit, mert mondták, hogy ezek a legdurvább része volt a, a Waffen SS-nek. Szóval ez a háttere, szó. Szóval ez az öreg ember, ez nagyon régóta kanalában él. Szóval a világ, 40, talán hét óta. Ja, az érdekes, mert azért náci vadászok voltak szerte a világban, és nagyon sokszor volt, hogy ezeket az embereket Igen. aztán perbefogták, el is őket, bár azért azt is láttuk, hogy sok esetben lassan haladt az igazságszolgáltatás, akkor Kanada az tulajdonképpen egy ilyen menedékhely a náci bűnösöknek? Hát ezt én nehéz megmondani, mert azok a bűnösök, akiket elkaptak, azok általában azok, akiket papíron tudtak igazolni, hogy ők... E e e ezek majdnem mind, akik a, ezekben a haláltáborokban dolgoztak. És onnan van. Most ez az ember, aminek ez csak a hadosztának a része volt, aki harcolt. Most akkor, hogy most faluról falura mentek, és ő is részt vett abban, hogy a zsidókat, vagy akár lengyeleket, nagyon sok lengyelt ez az osztag megölt, megöljenek, azt, 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 nem hm. lehet tudni. Mennyire váltott ki ezt felháborodást Kanadában egyébként a társadalmi szinten? Kérdezem ezt azért, mert az előbb beszéltél arról, hogy Kanada egy igencsak liberális ország. Igen. Ebből a szempontból akár feltételezhetnénk azt, hogy a társadalom erre azt mondja, hogy hát ez nem fér bele? Hát igen, mert most ugye azt mondtad, hogy tegnap a. Sza, ő nem a Trudeau hozta be ezt az embert állítólag, hanem a parlament elnöke, ugye ez a Speaker of the House, angolul Kanában és mert hogy ez a öregember, ez a, a, az elnöknek a saját körzetében él. És akkor mondták, hogy jó, ez egy ukrán hős, mert hogy a szovjetek és az oroszok ellen harcolt. Új. És azt elfelejtették mondani, hogy mint a waffen tagja, nem mint az ukrán katonaság tagja Új. harcolt a szovjetek oroszok ellen, és azért tapsolták meg, mert most ugye orosz ellenesség van, orosz gyűlölet, akkor megtapsunk mindenkit, aki az oroszokat ölte. Szóval is ez történt, és most ez az elnök lemondott tegnap. Azt mondta, hogy ez megbocsáthatatlan. A házelnök. A házelnök lemondott, mert úgy állított, hogy ő hozta be, és hogy elnézést kért, hogy ő nem tudta, hogy ez, a, ez áll mögötte, ez volt az info, őt nem tájékoztatták, nem, nem, nem ellenőrizték le és hogy elnézést kért főleg a, a, a zsidó közösségtől Kanában, mert azok élből rátapadtak erre. Kanadában egyébként erős a zsidó közösség? Igen, igen, igen van. Ott továbbá is eléggé nagy, igen, igen. Egyébként Kanadának hogy milyen a viszonya Ukrajnával, vagy nyilván azt látjuk, hogy minden mindenhova ellátogat, de azt láttuk, hogy itt egy kiemelt figyelemmel kezelték. Igen, ez, ez szerintem részint azért is van, mert a, a miniszterelnök helyettes, a Chrystia Freeland, egy hölgy, ő egy ukrán nacionalista. Szóval az ő szülei ukránok. Egyébként az ő anyai ági nagyapja az egy ukrán náci napilapnak volt a főszerkesztője, amit talán, amit még Ausztriából, meg Lengyelországból futtatott háború, világ háború alatt. Szóval ők teljesen azok voltak. És ez a Krisztia Freeland, amikor még, még a Szovjetunió volt, akkor ő Ukrajnába elment, valami tanulmányok, meg hasonló, és ő annyira nacionalista volt, hogy a, a, a szovjet biztonsági szolgálat őt elkezdte figyelni, és igazából hazaküldték, hogy itt nagyon szervezkedik. Sajnálod, vagy ő Kanada miniszterelnök helyettese? Hát, nem tudom, földolgozta odáig magát, nem tudom. Egyébként van nagyon nagy ukrán ö, ö, kisebbség. Ö, kisebbség Kanadában, főleg a, a Préri részen vannak, ez a Saskatchewan, Manitoba, meg Albertában is, főleg ott, ott vannak de nagyon régóta vannak ukránok, szóval mit tudom, a 1900-es évek eleje, vagy 1800-es évek vége óta folyamatosan mentek. Ö, ugye láttuk azt, hogy Trudó is bocsánatot kért, de hogy <laughs> mennyire árnyékolja be, tehát hogy megvan a műsor, segítenünk kell Ukrajnának minden, Igen. majd jön egy ilyen történet, Aha. szóval hogy mennyire rondított ez bele, vagy mennyire változtatja meg például a Kanadának az Ukrajnához történő hozzáállását? Még nem tudom, mert ez, ez mondom, még csak most mondott tegnap lesz, szóval ennek szerintem még a visszaütője még, még nem, nem ért szerintem el, vagy, vagy nem ért vissza a sajtón keresztül, de hát nagyon, nagyon megtámadták trudeau szóval ez most egy nagyon nagy mínusz neki, hm. én szerintem. Hát meg főleg, hogy 650 milliót akar adni miközben Kanada nagyon nagy problémája, van, mert a, a COVID alatt annyi pénzt nyomtatott Kanada, hogy, ö, hogy nagyon nagy lett az infláció. Hát mi is, amikor megnéztük, ö, szerintem olyan COVID óta, mondjuk a COVID közepe óta, mostanáig a élelmi szerek szerintem egy ilyen 30-40%-a fölmentek azért ott is. Ugye te jössz Magyarországra is gyakran, hogy lehet, hogy itt is azért magas az infláció. Hú, szóval az éttermekbe járok, meg, meg ugye közétbe is, és hát éttermek szerintem mondjuk egy, ja, hát tavaly is voltam, ahhoz képest szerintem simán egy ilyen 30-40 százalékkal drágábbak az éttermek. De akkor Magyarországon magasabb az infláció, magas mint Kanadában? Mint Kanadában magasabb, biztos, hát. igen. igen. igen ezt azért kérdezem, most mindenkitől akár ki, akár honnan jön, megkérdezem, és Kanadában mennyire magas? Tehát mondjuk, ha Magyarországon azt mondjuk, hogy 30-40, vannak akik azt mondják, hogy még ennél is tud, de Kanadában ehhez képest mondjuk? Hát ugyanannyi, csak ott nem mondjuk egy év alatt történt ez, vagy miten kettő hanem mondjuk három év alatt. Tehát uh -huh. lassabb volt, de... Lassabb volt. Szóval főleg a, a, a bevásárlásnál, azt nagyon látom, a benzin az is ugye drágább. Most már egyébként a, a, a benzin ár a Magyarországon és a Kanadai között nem olyan nagy, mint régen volt, mert régen majdnem duplája volt Magyarországon, mondjuk 5 évvel, 10 évvel ezelőtt. Most már csak ilyen 20% különbség van szerintem. Nyilván gondolom a keresetek jóval magasabbak Kanadában. Igen, csak a keresetek nem követik abszolút Kanadában a, se az inflációt, de azt már nagyon régóta nem követik, szóval már 10-20 év óta se a legnagyobb probléma, az a ingatlanoknak az ára. Nagyon-nagyon fölment az ingatlanok ára, a, ugye a bérlés is nagyon fölment, szóval általában az átlag minimum az 50 át a keresetének, az csak a lakásra költi. És általában bérelnek, vagy azért rendelkeznek magántulajdonnal? hát a bérlés sokkal magasabb, mint itt. Szóval egyébként Magyarországon szerintem az egyik legalacsonyabb, még Európában is ez a bérlés dolog, de hát mindenki kredit, vagyis hát, hogy is mondjam, hát, hitel, hitelből él. Szóval ha. hitel van a házán, hitel van a kocsiján, plusz hitelkártyák, szóval az van, hogy az átlag kanadai, ha mondjuk elveszi a munkáját egy két-három hónapra, akkor lehet, hogy csődbe is megy, mert nincsen félretett pénzük, és olyan nagy, a, olyan nagy a, hitel. Mennyit keres egy átlag ember? Tudom, hogy ezt így nehéz megállapítani, de mennyi pénzt? mondani. Fél. A most per pillanat Kanadában ahol én lakok ott tovább, egy kicsit magasabb, mert úgymond az egy ilyen government, ilyen állami város, ott, ott rengeteg ilyen dolgozó, ott, ott azt hiszem most már ilyen 47 és 5000 Kanadai dollár között van az átlag. 50 ezer Kanadai dollár az ilyen 1 millió 300 ezer igen, igen. forint. Hát azért Magyarországon nem ez az átlag. Igen, csak viszont, hogyha ki akarsz bérelni egy mondjuk egy kétszobás lakást, akkor az egy normális helyen, szóval nem a legrosszabb helyen, egy normális helyen, az minimum 2000 dollár, vagy 2500 dollár. Ez amerikai, a... amerikai dollár? Nem, kanadai, kanadai, kanadai dollár. dollár. Az mennyi? Megnézem, itt van egy kis kalkulátorom. Ja, az ilyen 544 Én, ja, bocsánat, de az a pénz, amit mondtam, az a 47 vagy 50 ezer kany dollár, abból még adózni kell. Szóval az a... Ja. Az nem a bruttó, hanem a... Akkor az... Igen, igen, igen. Tehát, hogy az a... Abban, leadózod a, a... 30 át hm. A jövedelmi adót. És akkor ezen felül még ki kell fizetned, és akkor az csak a, a, a lakás, akkor még ki kell fizetned a fűtést, a kaját, izé, bízé. Szóval azért ja. akkor ott is megvannak a kihívások. Ez, ugye beszéltünk arról, hogy gondolkodtál rajta, hogy hazaköltöz, ugye ez igen. mindig gazdaságilag egy érdekes kérdés, igen, hogy vajon itt még alacsonyabbak-e annyival az árak, hogyha esetleg kevesebb fizetés kap az ember. Tudom, hogy ez egy nagyon bonyolult igen. képlet. Abból is látom, hogy bonyolult, hogy mindig, amikor ilyenekről beszélünk, akkor a kommenteknél látom, hogy igen, de ott mások a bérek, meg mások a kiadások. Akik igen. meg ott élnek, azok meg mondják, hogy igen, de nektek azért még mindig alacsonyabbak az igen. árak, szóval Látom, hogy van ebben egyfajta vita. Igen, hát először is mondjuk ö, Kanadában ugye van ö, adó a házra, a, a, a property, ö, ingatlan, ingatlan adó. adó, és az eléggé magas. Én mondjuk havonta fizetek majdnem 500 dollárt, hm. ingatlan adót. Az 136 ezer forint. Igen, havonta. <laughs> Most mi építettünk itt egy házat erdőkertesbe, és nekem az éves adóm az valami 20-20 ezer 20 forint körül volt. Szóval a, egy hatoda annak, amit én havonta fizetek ott kint. És a, 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 a ház az kb. ugyanakkora. Egy kicsit nagyobb talán a Kána de na. szóval. Azért azért vannak, vannak, vannak kiadások bőven, és akkor plusz még ugye a biztosítás, a megkötelező, mert nekem is még azért van rajta ö, hitelem. Ö, az autó mondjuk mondjuk egy ö, Biztosítás az autómra, pedig már nem egy fiatal autó, 170 dollár ö, havonta, nem évente, havonta. Szóval, szóval van, van, vannak nagyon árak. Ö, egyébként azért gondoltuk úgy, mert ami munkát én végzek, én azt én magammal dolgozok, és meg tudom csinálni akár onnan a világon, interneten van ö, ö, egy ilyen webshopom, és azt ugye el tudom hozni magammal ide. Én. Szóval, szóval ugyanazt a keresetet itt meg tudom keresni, itt nem kell olyan ingatlanadót fizetnem, szóval hogy megspórolnák nem azt az éves, azokat az éves adókat, mert ugye, ja, és szóval az azért, az azért nagyon nagy összeg. Mert hogyha ott eladnánk a házat, itt van egy kifizetett ház, akkor itt nagyon jól elélnénk. Még akkor is, ha ugyanannyiba kerül itt minden, akkor is viszont itt van egy házam, szóval ezek a dolgok. A legnagyobb dolgok azok ki lennének fizetve, és, és semmibe se kerül nekem szinte. Most 20 ezer forint éve. Ugye beszéltünk arról, hogy ja. mik a nehézségek, de mi az, amit szeretsz Kanadában? Főleg ahol mi lakunk nagyon nyugodt, eléggé rendezett Kanada, a, a mi városunk, ott eléggé alacsony ugye a bűnözés, mondjuk Magyarországon is szerintem. Magyarországon úgy veszem észre, ez a lopás, ez egy kicsit. Ez egy kicsit több, de mondjuk már Torontóban, Montrába nem élnék. Ott már sokkal nagyobb a bűnözés, nagyon olyan -nagy a város, kicsit olyan koszosabb, idősebb, szóval az, 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 az már nem annyira. De meg az, hogy a, a kereseti lehetőség az még mindig sokkal jobb, a gazdaság azért, azért megy. Hogyha baj lenne, mondjuk elveszteném, a, a cégemet vagy ilyesmi, akkor inkább Kanadában maradnék, és ott dolgoznék, akármit, mint Magyarországon. De a szociális háló is erősebb, tehát akár nyugdíj szempontból, a, a különböző idős gondozás ezeken a területen. Nem, Munkanélküliek hiszem, hasonló segítése. Mint Magyarországon hasonló szerintem. A, ö, a kórházi ellátások azok sokkal jobbak. Hát a felségemnek el akart menni, hogy a füle csenget nagyon azt hiszem 8 vagy 9 hónap volt, mire egy... Kalodába. Igen, mire egy, egy fülészhez elkerült, szóval ott is ilyen nagyon-nagyon sok a várakozás. Ő, én elvesztettem a, a, a családi orvosomat, mert elment, és ugye, most akkor kérvényeznem kellett egy újat, ezt a kérvényt beadtam már, vagy három vagy négy hónapja. Na, és még mindig nincs. Nagyon érdekes, amiket mondasz, mert én itt Magyarországon sok esetben azt hallom, hogy van ez a vita, hogy a nyugathoz vagy a kelethez tartozunk, mm -hmm. és hogy azért kell a nyugathoz tartoznunk, hiszen akkor jön egy jóléti társadalom, egy stabil, biztonságosabb valami, és lehet, hogy ezért ideológiai kérdésekben kell kompromisszumokat kötni, de megérik ezek a kompromisszumok, hiszen nagyobb lesz a jólét. Nem, hát a jólét az magadból jön. Az országon belülről jön a jólét. Hát annak semmi köze az, hogy nyugat vagy kelet. De hogyha keletről tudok olyat, amivel olyan úgymond bizniszt, vagy, vagy olyan csinálni az ország, ami jó neki, akkor keletre húzok. Ha a nyugat, akkor nyugatra húzok. Csak az a baj, a nyugat mindig kihasználja teljesen Magyarországot. Mindig is kihasználta. Szóval nem tudom, hogy ez a nagy nyugat húzás, ez mennyire. Én úgy mondanám, a nyugatról el kéne venni a jó dolgokat, és a keletről is. És akkor így ötvözni a kettőt, az lenne a legjobb. Na menjünk tovább az Egyesült Államok ja, híreire. Állját, igen. Egyesült Államok, én viszont hoztam neked. Azt. Egy ajándékot. Ez egy kanadai, Nem, ez egy kanadai viszki-juharszirupos. Azt, ami viszki. Hogy kitaláltam a juharszirupot? Igen, igen. kanadai juhar. Hát igen. nagyon szépen köszönöm. Szívesen. Nem mondom, hogy ezt most adás után ne. megiszom egy <laughs> egyben, de Köszönöm szépen, nagyon kedves, vagy. akkor. Térjünk át az usa és Igen. akkor kezdjük a, a maui történt tűzesettel, mm -hmm. ami azóta is így foglalkoztatja az embereket, hogy azt a Biden kormányzat hogy kezelte. Mert hogy ugye sokakban felmerül, hogy a kormány hogyan kezel katasztrófa helyzeteket, Igen. válság helyzeteket, És te is fogalmazol úgy, hogy nagyon sok furcsaság történik ezen a területeken. Mit látsz, mi történik? Igen. Szóval ahogy a, a, az állam kezeli, az nagyon rossz. Biden, ahogy kezeli. Szóval igazából a Mauin, a lakosok igazából azt mondták a Bidennek, hogy menjen és se jöjjön vissza körülbelül. Az volt, hogy a Biden azt mondta, hogy kap minden, akinek ugye leégett a házban. Na, 2000, azt 2200 épület leégett, annak a többség az lakóház, és Biden azt mondta, hogy 700 dollárt ad ezeknek az embereknek. Ő, azt kell tudni, hogy Maui egy sziget, nagyon messze van, ott minden sokkal drágább, mint az amerikai kontinensen. Mert mindent oda kell vinni, hajóval, repülővel, és a többi. Ráadásul ez a Maui sziget, ez egy kisebb sziget. Szóval ez nem a fő sziget, Szóval még oda-oda, plusz még, még a dolgokat. Szóval ott minden sokkal drágább. szóval 700 dollár. Az egyik megint egy Maui hölgyet, és azt mondta, hogy tudja, mit neki nem is kell a 700 dollár, mert, mert semmire nem elég. Szóval inkább. Fogja meg, vigye a 700 dollárt, és, és takarodjon haza. Ö, szóval azok a furcsaságok, ugye, ö, hogy amikor jött a tűz, ugye van nekik egy ilyen ö, rendszerük, amit általában a, 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 arra használnak, hogy a cunami jön. Ez Én egy jelzőrendszer? Jelzőrendszer, igen. Hát egy olyan, ugyanolyan, mint a, a, amikor a a bombariadó, ugyanolyan nagy jelzőrendszer, és hogy azt nem kapcsolták be amikor jött a tűz. És akkor azok azt mondanak, azért nem kapcsolták be állítólag, mert hogy akkor nem akartak, hogy az emberek azt hisz, azt hiszjék, hogy árvíz. és akkor elkezdnek menni ugye fölfelé, a tűz felé. Ja, erről nem tudok mit mondani, de egyébként azt se értem, hogy én mondjuk Kalnába állam kopok SMS-eket, hogy valaki eltűnt, vihar jön, tornádó jön, és jön SMS, és a telefonom, nem tudom kikapcsolni, jön, és mint egy őrült elkezd Ö, ö, Én Erdében tapasztaltam, mint a medveri asztásnál, ez a. E, 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 e. Az, az ilyen nagyon ilyen új, nagyon hangos. Ezt, ezt ott miért mi nem tudták az emberek? A másik meg, hogy a rendőrség, amikor jött a tűz, lezárta az utakat. Az emberek nem tudtak elmenni autóval, és láttam olyan képeket, nem is értettem, hogy a, az úton, az úton voltak, mintha útmenet közben a kocsik kiégve. Hát ezt miért csináltak? Miért zárják le az utat, amikor az emberek próbálnak menekülni a tűz elől? A, a, a rokonok meg sokan ö, a nagy szigetekről hajóra szálltak a tűz után, hogy vizenek élelmet, ö, ö, vizet, mindent, nem engedték őket, hogy oda vigyék. Hát miért nem engedték őket? Ö, szóval nagyon sok a furaság, most az is furaság, hogy azt, mond, azt mondta a, a kormányzó, hogy azt szeretné az állam csinálni, hogy ők fölvásárolják a földeket az emberektől, és ők költöznek át a nagy szigetre. Ö, egyébként azon a szigeten, új szigeten nagyon sok milliómos, milliárdos és ilyen ismert embernek ott vannak a haszidendái. Egyik sem sérült meg a tűzbe. Egy darab sem belőlük. Ott van Oprának, ott van ö, talán nem tudom, De mindegy, szóval ilyen nagy neveknek ott vannak, ami nagyon-nagyon szóval sok a furaságot. Hát éppen nem voltak ott. Nem, hanem a tűz nem ment oda. De, ne, nem égett le azokból egy se. De ezzel azt mondod, hogy Elképzelhető, hogy ez a tűzmesterséges volt? Nagyon. Nagyon sokan azt mondják, hogy nagyon gyanús ez az egész tűz. De lett volna ezzel a cél? Hát, ha most azt mondják az állam, hogy megveszi tőlük a földet, és költözzenek el onnan, utána meg jönnek a gazdagok, és azt mondják, hogy mi akkor van egy szigetük, ami csak az övék és akkor pór nép, az elment onnan. Hm. Nincs ott a plebs. Szóval most ez igaz, vagy nem, nem tudom, de... De vannak nagyon... már ilyen hangok, ugye? Vannak. vannak most már van Ugye, mi az összesküvés elmélet, és mi a valóság, hogy nagyon sok ilyen furcsa dolog történik, és azt egy érzékelem Amerika kapcsán is, hogy egyre kevésbé találnak logikus magyarázatokat az emberek. Aztán -e lehet, hogy tényleg történt egy tűzeset, ez is elképzelhető. Ez, ez is elképzelhető igen. Ö, csak ilyen fura, hogy pont ilyen körkörösen, és pont azt a városrészt meg azt, ahol. Na mindegy. Annak ezt mi az oka, hogy az amerikai kormány nem biztosít elegendő támogatást az újjáépítésre? Azt én se értem, mert azt, azt ö, olvastam, hogy állítólag ott mindent újraépíteni ö, valami 5 vagy 5,5 mi, milliárd dollár. És hát Ukrajna is kap ennyit? Ukrajna, hát most a Biden szeretne 23 milliárd dollárt küldeni Ukrajnának a következő évben. Ebből van egyébként az, hogy most a jövő évi budget, az, az most nem akarják több republikánus szenátor aláírni, és emiatt nem tudják átvinni, és emiatt lehet, hogy megint lesz ez a, hogy az államnak a működése megszűnik, részlegesen megszűnik, ugye? október 1 től hogyha ezt nem tudják átnyomni. És ez az egyik nagy ilyen pontja ennek, gátja, hogy a több, többen is mondták, több szenátor is mondta, hogy Ukrajnának ne küldjenek több pénzt. Szóval Ukrajna kap 23 milliárdot, általában 5 milliárdba kerülne újraépíteni mindent, szóval az utakat minden. Egyébként kiszámoltam, hogy ha mondjuk csak fél millió dollárba kerülne egy házat újjáépíteni ott, mert ott nyilvánvalóan többbe kerül, mert oda kell a dolgokat. Akkor is még csak egy, egy több mint egy milliárdnál tartunk, a 2200 ö, háznál, vagy mit tém, max. másfél milliárdnál tartunk. Szóval ne, ne, nem értem, és a, a, a láttam hogy amikor mondták, a maui ottani rezidenszek mondták, hogy, hogy miért van az, hogy Ukrajna kapja a pénzt, és nem mi? Hogy mi kellene lenni először, hogy mi kapjuk a pénzt, utána ukrán, és akkor mondták is, tudjátok mit? Mi ukránnak nevezzük magunkat, hát akkor mi is kapunk pénzt. Szóval itt tart, itt tart ez az egész. Nagyon fura. Ö, nyilván Hawaii az egy külön világ az Egyesült Államokon belül is, Igen. de mégiscsak tehát elhat az ő hangjuk az Egyesült Államok egész szébe vagy a hávai probléma. Persze. Mennyire háborítja föl az átlag amerikai embert? Hát szerintem egyre, egyre jobban. Mondjuk olyan messze vannak, hogy lehet, hogy úgy gondolják sokan, hogy messze van az. De mondom, ez már benne van a fősorás médiában is, ezek a problémák. Szóval pontosan tudják az amerikaiak, hogy, ez, 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 hogy, 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 hogy mi történik. Én szerintem. Ö, aztán ugye ráadásul itt zajlik egy vita az amerikai költségvetésről. Részben ezt érintettük Igen. is. Ugye Amerika azért minden évben belengeti azt, hogy majd ö, csődbe megy fizetési nehézségek vannak. Ugye nyilván ez az amerikai gazdaságnak egy ilyen sajátos szerkezete is talál, Igen. hogy Igen. így van. És Bennem továbbra is az a nagy kérdés, hogy az Ukrajnának nyújtott támogatások azok tényleg jelentős tételek a büdzsében, vagy valójában az amerikai gazdaság ezt abszolút elbírja, és ezek gombok ahhoz képest, amekkora az amerikai gazdaság, meg hogy végül is pénzt úgy is lehet nyomtatni. Tehát nagyban is, hogy hogy látod, mennyire rezeg a léc, és főleg most, hogy azért látjuk, ugye, hogy van egy republikánus házbeli többség, ja. és van egy demokrata kormányzat, és ebből még azért alakulhatnak izgalmas helyzetek. Hát igen, hát én úgy látom, hogy egyébként Amerika igazából olyan sok pénzzel tartozik, az a 30, most már valami 30 trillió dollár. Szóval igazából ők, ők nem tudnak semmit sem megengedni maguknak igazából, hogyha azt mondom, hogy ki kéne fizetni a tartozást, ugye, és a kiné van a tartozás, Kína, Európa, Ausztrália, Japán, akkor igazából Amerikának nincsen semmire pénze. Szóval, ha így nézem a dolgot. Persze nyomtatni lehet, csak amikor nyomtatnak, az a baj, hogy a dollár. Szóval ez a nyomtatás, amit a Covid alatt is csináltak, nagyon nagy hiba volt. Mert ettől van az infláció. És ezért gyengül, ugye, ezért is gyengül az amerikai dollár. De egyébként mondjuk az a 23 milliárd alatt akarnak adni, most a, a büdzséhez képest az semmi. A katonaság Amerikába kap egy már több mint egy trillió dollárt a büdzséből, plusz van egy ilyen úgymond fekete büdzse, ami papíron is van, hogy eny, valamennyit plusz még annak, amit ők arra költnek, titk, ami titkos, hogy mire költik. Szóval így beleférne abba a büdzsébe, csak ugye annyi más probléma van, az infrastruktúra Amerikában esik, esik szét. Szóval a hidak, az utak nagy baj van. És az nagyon sok pénzbe kerül. Itt van Maui, akinek kéne küldeni töredékét annak. Szóval, szóval lehetne mire másra költeni. Most a következő probléma, a járvány alatt adtak, vagy se hát támogatták azt, hogy a, a gyerekekre, akik vigyáznak ilyen, hát ilyen magánóvoda, meg, meg ilyesmi. És hogy ez a pénz le fog járni jövőre. És a probléma lesz, mert nagyon, nagyon, drága lesz az emberek, nem fogják kifizetni, hogy a gyerekükre vigyáznak, míg elmegy dolgozni. Főleg mondjuk egyedülálló anya, vagy olyan családok, akik szegények, és mind a szünek dolgozni a különben, nem tudják eltartani. Ez a következő nagy probléma. Szóval, és erre sincs állítólag pénz. szó, szóval, de Ukrajnára van. Szóval ez, ez, ez de erről a... így beszél az amerikai lakos, hogy nyilván te éltél, ott meg vannak ismerőseid, Igen, vagy valójában ez nekünk innen Európából fontos ez az ukrán támogatás, és amúgy a lakosságot meg annyira nem érdekli. A lakosságot egyáltalán, azt se tudják, hogy mi az az ukrán. Azt tudják, hol van. Ha mutatná egy térképet, nem tudják. De az téma számukra, hogy kap az ukrajna pénzt, vagy ne, azt se érdekli őket. Hát az érdekli őket, hogy ukrajna kap pénzt, ugye? mert, mert akkor azt nem ők kapják. Most ugye persze vannak olyan... De akkor ez a része téma? Hogy persze. miért, miért Ukrajna kapja, miért nem? Téma. Hát ezért mondom, hogy a, ezért van az, hogy a, 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 ezek a szenátorok, főleg a republikánus szenátorok azt mondják, hogy még több pénzt ne mert ők is ugye nyoma, gondolom ő vágják, hogy a, a, az emberek mit mondnak, mit gondolnak. És egyre nagyobb a vízhang arra, hogy most már ezt az Ukrajnát már abba kéne hagyni, nem kéne támogatni mert hogy csak probléma, és mindenki látja, hogy szal nem vezetett sehova. Szóval igazából a legjobb esetben egy álló háború, de hát nem úgy néz ki. Ugye ezzel az egészen inkább nagyon sokan látják, hogy ezzel a ukrán háborúval tették tönkre Amerikát is. Hát megdrágult az energia nagyon. Meg minden más. Ugye a cél az volt, hogy Amerika gyengítse ezzel Oroszországot, <gül> vagy <gül> Kínát. <gül> <gül> És te hogy látod, mert én innen nézve az amerikai sajtóban, mintha látnék egyfajta fordulatot kommunikációval uh -huh. kapcsolatban, ugye vannak már olyan hangok, hogy akkor lehet, hogy nem fog örökké kitartani a támogatás, Igen. meg hogy Ukrajnának jobb eredményeket kéne lenni, ez is egy elég cinikus hozzáállás egyébként uh -huh. szerintem, hogy, hogy ez mennyire jelenik meg, amit te tapasztalsz a nyugati sajtóban, vagy megváltozhat-e Amerika támogatása, függetlenül attól, hogy most a republikánusok vagy a demokraták hogyan szerepelnek a választáson. Szerintem biztos meg változik is, és meg is fog változni. Szerintem függetlenül ki fog nyerni. Én úgy látom, hogy a... Szóval van egy olyan réteg a, demokraták és a republikáns politikusok között is, akik nagyon nyomják ezt az ukrán háborút, mert hogy, mert hogy a orosz a mumus, vagy ki tudja még miért, mert ugye az, az tény, hogy ott nagyon sok pénz eltűnik a sülyesztőbe, szóval a korrupció az nagyon nagy. Azokból a pénzekből, ami Ukrajnába megy, és, és tuti, hogy abból a pénzből vissza is megy Amerikába, csebekbe, az az száz százalék. Hát csak nézzük meg azt, hogy a BlackRock, ugye, annak a, az már el is ment, és, és a BlackRock vezetője beszélt, Ö, mikor volt ez. Hát már jó pár hónapja a Zelenszkivel, hogy majd a BlackRock újraépíti Ukrajnát. Szóval ott is van, vala, van komoly érdek. Ö, de a médiában is egyre jobban látom, hogy, hogy kezdik kritizálni ezt az egészet. De főleg most ugye az a dolog, hogy a Bidennek ez a korrupciós ügye, és abban benne van Ukrajna, na, na, nagyban. Ugye ez a burizma. Igen, igen. Meg a fia. Ez téma? Hát, mint... nagyon nagy téma, mert most ugye pont most van, ezen a héten ö, már megy az a impeachment. Ugye a, Te már elindult, elindult, ugat, elindult, elindult a Elindult, és most már, meg, már a, a, a negyedik ez az adó hivatali nyomozó is elmondta, hogy igen, meggátolják abban, hogy végezze a munkáját ebben, és a, a ráadásul a, hát a, úgymond a, a, ügyészség, hogy, hogy, hogy a, a, Joe Biden fiát megvádolhassák kriminálisan a, ezzel kapcsolatban. Ugye érdekes, mert az volt ukrán yeah. ügyész, aki ezeket az ügyeket vagy vizsgálta, ugye ő adott egy nyilatkozatot, hogy őt azért távolították el a hivatalából, mert hogy ezeket az ügyeket vizsgálja. Ott ugye még Zeleszkinek az érintettsége is felmerül ebben Aha. a kérdésben. Ugye most ott van Texasnak a főállam ügyésze, ugye Kempexton, akit yeah. megvádoltak csalással és korrupcióval összesen 16 vádpontot yeah. fogalmazva meg vele kapcsolatban, és ott is elhangzott. Ott az, hogy valójában ott az a történet, hogy kellemetlen a Biden adminisztrációnak. Pontosan, mert ő 40 valahány ö, szor ö, bíróságra vitte az adminisztrációt, aminek a valami 77%-át meg is nyerte. Mert azt tudni kell, hogy a, a, ez a texasi ügyészség, ez a legnagyobb Amerikában. A texasi ügyészségnek ő neki van ö, valami szerintem valami 400 ügyvéd, szóval nagyon sok. Semmi más olyan állam nincs Amerikában, akinek ennyi van, szóval ők megengedik maguknak, hogy rárakjanak sok ügyvédet a dolgokra. Ő főleg azért izé támadja a illegális bevándorlást. Az, az most a, a, az egyik legnagy, a, a, legnagyobb probléma, mert az pénzügyek is nagyon sok pénzt elvisz, ugye próbálja megváltoztatni Amerikának ugye a, a közösségét, a kultúráját, az a összetételét és naponta 6 ezer illegális migráns ható be Amerikába, az naponta, ami több mint egy millió évente. Pont most láttam, hogy egy pár nappal ezelőtt 11 ezer egy nap alatt ment be Amerikába. És ez csak azok, akikről tudnak és elfogják. Hm. Szóval ez nagyon nagy probléma. Vajó Zoltánnal beszélgetünk, aki hmm. ugye egy Amerikában élő orvos, és ő is arról beszélt, hogy elég nagy a válsághelyzet sok esetben. A légi közlekedés állandóan akadozik, akkor Igen. ugye a rendőröi állományból is eléggé hiány van. Hát uh, te hogy látod? Mert ugye megint itt, az, amikor ilyeneket beszélünk, akkor mindenki azt mondja, hogy jó, jó, hát itt minket közben, meg tökélhető Amerika, és sokkal jobb, mint Magyarország, és így elfeditek a valós problémákról a, a, figyelmet, hogy ezt azért mi így rendszeresen megkapjuk, de hogy szerinted tényleg válságban van Amerika? Hát én szerintem effektív Amerika ez összeesés közben van. Szóval látjuk, hogy most Amerika esik össze. A migráns válság, a, hogy mennyi pénzzel tartoznak, akkor mondom, az infrastruktúra romokban, akkor ugye az, hogy a Ukrajna támadják, és egyszerűen nem tudnak nyerni egyetlen egy háborút se, hát se az Irak, úgymond az Irakit igazából nem nyerték meg, se az Afgánt, semmit. Szóval ugye a presztízs, főleg a Biden alatt az nagyon aláment, az Amerika presztízse, a dollár, ugye azt már egyre több ország nem akarja használni, meg nem is használja. Szóval és Amerikán belül is nagyon nagyok a problémák. Ugye a, még a, a, most a Biden alatt ugye lejjebb mentek egyébként a fizetések, az átlagfizetések, kevesebb a munka. ugye a Trump alatt följebb mentek a fizetések, volt munka, és energia független volt Amerika. Nem kellett. Most Venezuelától vásárolnak olajat az legalább olcsó. Igen, de az ellenség Neked állítólag szankcionált a, a szankcionált ország. Igen, a kommunista ország, igen. és igen. akkor így, <laughs> szóval. De igen. szerinted, tehát hogy annyira nehéz elképzelni azt, hogy Amerika összeomlik, vagy hogy Amerika igen. nem egy fejlő, hogy egy kapitalista társadalomról van szó, szóval, aminek mindig alapja a növekedés, hogy egyszer majd ez a növekedés megáll. Igen, csak aki még nem volt Amerikában, nagyon sok olyan voltam Amerikában, Értem is ott, meg utaztam is, 90-es évektől egészen idáig ö, voltam, Kalifornia, Texas, szóval nagyon sok helyen voltam, szóval nagyon sok város láttam meg helyeket. És igazából Amerikát egy harmad rangú országtól nagyon kicsi választja el. Mert amikor elmész a szegényebb részekbe a városoknak, hát az itt Magyarországon nem nagyon látsz olyat, ami ott van. Szóval, szóval ritkán. Szóval az egy nagyon kis, nagyon szegény faluba kell elmenned, hogy olyat lássál és az ott van egy elég nagy ilyen réteg Amerikában, aki nagyon szegény, úgymond mély szegény. Az ö... nagyobb, mint Magyarországon? Mert itt mindig azt mondják, alékban. hogy százalékban vagy, amit te látsz. Amit látok szerint, hát, na ez most nagyon jó kérdés, mert ugye Magyarországon most általában Budapesten vagyunk, vagy Balatonra lemegyünk, szóval most az ilyen túl sok ilyen város, nem, nem szoktam ö, ö, látni, de ami mit tudom én, elmentünk ilyen városokban, főleg ugye a belvárosi részekben vagy ilyesmi, az is gyönyörű, hát minden fölvonítva és tiszta is minden. Hát Amerikában ezt nem tudom elmondani. A más meg azt sem tudom elmondani, hogy szóval ö, ezt elmondta, többen is elmondták. Szóval volt itt ö, ugye a Tucker Carlson, amikor először volt itt, ö, és itt volt azt hiszem egy hétig, és innen folytatta a, 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 azért uh. a műsorát, akkor ő is mondta, hogy, hogy csodálkozott, hogy mondjuk éjjel Egyedül járkálnak lányok, fiatal lányok. Ö, és ezt hallottam már évekkel ezelőtt egy, egy nagyon híres színésztől is, hogy ő is megdöbbente, hogy reggel három-négy koráttól két fiatal lány rögcsélve a Belvároson keresztül megy haza. És mondta, hogy nagyvárosban nagy városban nem tehetsz meg, mint nőként. Az, az biztos, hogy nem. Tényleg nem. Nem. Te például Mert a nagyon, feleségedet nagyon nem engednéd ki. Ott tovább. Szóval, Torontóban már nem biztos, meg Igen. attól függ, hogy hol. Montrába ott se biztos már. Vancouverbe semmiképpen se. Az, az nagyon durva Vancouver. Nyilván legyünk korrektek, tehát Budapestnek is vannak olyan kerületei, ahova lehet, hogy én a feleségemet nem engedném Igen, ki. Igen, a belvárosba, én... a, bulis negyedből hazafelé így gyalog menni, biztosan nem engedném a feleséget. Se Torontóba, se Montrába, se Vancouver, főleg nem. Amerikában szerintem nincs olyan nagyváros. Mert Budapestet nagyvároshoz kell hasonlítanom. Igen. Még az ottavához sem tudom hasonlítani, mert ottava egy egymilliós város, és inkább az egy ilyen nagy falu olyasmi. Szóval Torontóhoz tudom meg Montrealhoz hasonlítani inkább. Végezetül egy utolsó kérdés, ha? hogy viszont ha azt mondod, hogy ilyen összeomlás szélén van Amerika, Igen. hogy egyrészt elkerülhető -e az összeomlás, akár az, hogy Trump lesz újra az elnök, Igen. másrészt, ha meg nem elkerülhető, akkor akkor hogy fog megvalósulni, szerinted? Szerintem elkerülhető, szóval az biztos, hogy hogy Ö, még a mély ponton nincsenek, és szerintem, hogyha a Trumpot megválasztják mondjuk, akkor is az első időkben még nagyon könnyen lehet, hogy még lejjebb folyik kicsit menni, mire ő vissza tudja hozni, az az elképzelhető. De, de simán lehetően kezdeni, hogy ő visszahozza. Ö, attól függ, hogy milyen embereket rak be ugye, az adminisztrációban, mert ez volt a nagy hibája, hogy nem, 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 nem olyanokat rakod, mint kellett volna igazából, de ez nem csak a saját hibája, szóval meg volt kötve szerintem a keze valamilyen szinten. Ö, de ha szétesik Amerika, sokan attól félnek, amerikaiak attól félnek, és mondják, hogy, hogy akkor lehet, hogy ők fognak csinálni egy háborút Oroszország ellen, egy igazi háborút. Hát Hol. vagy Kína ellen, vagy, vagy Oroszországról beszélnek? Hát én Oroszországot, hát én Oroszországot a hallottam, de Kína hangulat, is, nem igen, de, de szerintem inkább Oroszország, meg Kína és Amerika egyébként, ez, ez, ez sokan nem ért, de ők nagyon össze vannak függve. Gazdaságilag. gazdaságilag. Mert Kínánál van a sok tartozás, viszont ott vannak a gyárak is, szóval amikor Amerikában volt ugye a, a, a járvány, akkor, a, akkor jött elő, hogy a gyógyszerek, a gyógyszergyárak nem Amerikában gyártják a legfontosabb gyógyszereket, hanem Kínából jön vagy a gyártás, a legyártó gyógyszer, vagy onnan jönnek azok az anyagok, amik kellenek a gyártáshoz, és ezt egyébként Biden, ezt már hozott egy rendeletet, hogy Amerikába kezdjék el a, a gyógyszergyártást visszahozni, mert ez egy, nagyon nagy veszély, hogy a úgymond ellenség gyártja jön, aspirintól kezdve szinte mindent. Hm. Szóval igen, nincsen nincs, nincs gyár. Hát, ma is sok mindenről beszéltünk, Én nagyon köszönöm. hasznos volt. Köszönjük szépen, hogy bejöttél, és hogy személyesen is találkozhattunk. És a Valami Amerika című műsorunkban itt az hangon, majd rendszeresen kapcsolunk úgy is, ahogy sűrűsödik itt a választási időszak. Köszönjük köszönöm. szépen, az elmúlt órában Minár Péterrel beszélgettünk. Én is köszönöm szépen mindenkinek.